Napok óta nem találom a babpercit. Már nem is keresem. Ülök a szobámban, és búsulok. Szépen magyarul beszélni nem is olyan könnyű, ezt minden kazinci versenyen induló diák jól tudja. Két korcsoportban mérték össze tudásukat a környező települések versenyzői, Tatáró, Komáromból és Tatabányáról is érkeztek tanulók, akik az előző hónapok felkészülése után most legjobb tudásukkal igyekeztek meggyőzni a zsűritagokat. Főként a szünetekben jártam le a igazgatónő irodájába, és illetve otthon. Gyakoroltam még a szöveget, és tulajdonképpen ennyi. Tehát nem vittük túlzásba a gyakorlás, meg eleget is gyakoroltunk. Ilyen jó tanácsot maguk a zsűri tagjai is adtak, a diákoknak ugyanis két szöveget is fel kell tudniuk olvasni a verseny során, a szabadon választott anyagra azonban nincs mindig jó hatással, ha túl sok volt a gyakorlás. Hagyományosan ugye mind a kicsik, mind a nagyok kazinci versenyén így van, hogy van egy úgymond szabadon választott szöveg, amit hát nyilván módjuk volt gyakorolni a verseny előtt, és kapnak itt egy olyan szöveget, amit a kazinci alapítvány választott ki számukra, és nekünk is új, tehát mi is itt ismertük most meg az előkészületek során. Azért azt elmondanám, hogy a tavalyi tapasztalat is azt mutatja, hogy nem mindig van úgy, hogy mindig a szabadon választott sikerül jobban. Tehát tavaly is volt olyan versenyző, nem is egy, aki a kötelező szöveget mondta jobban. Valószínű, hogy azért, mert hogy már agyon gyakorolta a szabadon választottat, és spontánabb, és így jobb lett az itteni kötelező szöveg. Tehát meghallgatjuk minden versenyző esetében mind a két szöveget, ez nagyon fontos szempont. Az idegen szövegre a szabályok szerint mindössze 20 perc előkészületet kapnak a gyerekek, ez éppen elég, hogy a szöveg tartalmát, mondani valóját megértsék. Ez ugyanis az egyik legfontosabb feltétele a jó szereplésnek. Nagyon fontos az értő olvasás, tehát akár a szabadon választott szöveg esetében, illetve amit a második fordulóban majd itt kapnak kötelező szövegként, az, hogy jól értelmezzék a diákok az adott szöveget, ez a legfontosabb. És ugye amit ki kell itt emelni, hogy ez nem szavaló vagy színjátszó verseny, tehát nem előadni kell a szöveget, hanem érthetően tolmácsolni, felolvasni. Tehát itt mondjuk negatívumnak számít az, hogyha valaki előadja a szöveget, és nem pedig értően felolvassa. A területi verseny legjobbjai az országos döntőbe is bejuthatnak.